A mai idők embere különösen megélheti azt a kettősséget, ami az adventet jellemzi mostanság. Egyrészt mindenhonnan csillogás, villogás, vegyél, adjál, gyerünk, sürögj, forogj, énekelj, zenélj, zengj, bongi, mint a harangok, és szédülj bele a világ ünnepi pörgetyűjébe. A másik oldalon pedig mindenhonnan a lelki elmélyülést hirdetik, a meghitt, csendes családi együttlétet hangsúlyozzák, a szeretet békés ölelését. Hát akkor most miről is szól advent? Mit is ünneplünk? Mintha csak a lényeg sikkadna el az émejítővé erősödött fenyő és fahéj illatban. Azt gondolom, hogy amit elfelejtünk, az, hogy az adventnek van egy isteni oldala is, és nem csak egy emberi. És tulajdonképpen az isteniből kellene, hogy kiinduljon az emberi is, és a kettő találkozása, ez tulajdonképpen Krisztus, ebben bontakoznak ki, ő benne bontakoznak ki az adventnek az értelme és a jelentése. Az advent a mi oldalunkról várakozás időszaka, ahogy fogalmazta is, mert ez az emberi oldal, az ember vár. De mindig olyasmire várunk, ami közeledik, ami jön, vagy aki jön is, aki közeledik. Az advent jelentése tulajdonképpen az, hogy míg mi a passzívabb oldalon várakozunk, Isten az aktívabb oldalon közeledik. Az advent magyarrá vált szónak az eredeti jelentése is ez, hogy adventus, a közeledő, Adventus Domini, az Úr érkezése, az Úr közeledése. És több közeledése van az Istennek hozzánk. Naponként is van valamilyen közeledés. Nyilván volt egy nagyon döntő közeledése az emberhez, akkor, amikor testé lett, emberré lett az Isten. Ezt ünnepeljük, erre emlékezve ünneplünk karácsonykor tulajdonképpen. Ez volt az első eljövetele. Azt várták a proféták, várta az egész ószövetségi nép, várta az egész világ sóhajtozva. Van egy eljövetele Krisztusnak, amelyik az emberi élet mindennapi szintjére történik. Az Isten közeledik hozzánk nap, mint nap. Abban, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, annak a hátterében ott van az Isten közelsége és az ő közeledése. Ha ő nem lenne közel, mi se ülhetnénk már itt. Ha ő nem lenne közel, emberek között sem jöhetne létre közelség. Bot Péter, 18. századi teológus és irodalomtörténész azt mondja, hogy van egy harmadik közeledése Krisztusnak, ez amikor a halálunk pillanata elkövetkezik. Várakozunk egész életünkben valamire, és közeledik hozzánk a halálunk óráján is. És ezzel elővételez valamit az utolsó közeledésből, ez pedig az utolsó ítéletre közeledés, az új ég és új föld teremtésére való közeledés, ez a tulajdonképpeni advent. Krisztus visszajövetelét várjuk. Azt várjuk, miközben megéljük naponként az ő jelenlétét, hogy ő közellevő Isten, ő közeledő Isten, és egyszer el fog jönni és teljes szabadítást ad mindenféle sötétségből, mindenféle megkötözésből, mindenféle rosszból. Az advent erre irányul. Ezt az eljövetelet, ezt a közeledést várjuk, erre tekintünk tulajdonképpen. De, mintha minden egyes ajándékvásárlás, minden egyes süteménysütés egy újabb körút a városban a karácsonyi készülődés jegyében, inkább eltávolít mindattól, amit pedig sóvárog a lélek, még akkor is, ha zsibbasztjuk azt színes égőkkel, almás fahéjas potpurival és illatgyertyákkal, valami hiányzik. Vagy valaki hiányzik? Istent hagyjuk ki a gondolkodásunkból. És onnantól kezdve, hogy kimarad a tulajdonképpeni lényeg, és Isten mindig egy nagyon csendes, háttérbe szoruló, egészen krisztusian szelíd lényeg, akkor egyre hangosabbá válik az ember, egyre csillogóbbá válik a világosság, egyre bántóbbá válik a fény. Pedig az adventnek nem ez lenne a lényege, hanem pont az lenne, hogy az isteni fokozatos közeledést, amit néha lassú közeledésnek élünk meg. Néha úgy várnánk, hogy jöjjön el és tegyen rendet. Hogy ne ránk bízza már azt, hogy itt a dolgok rendbe jöjjenek. Ne minket használjon munkatársként, hanem neki hatalmában van, egy szavába kerülne és egy pikpak rendben lenne, de ő nem akar minket kihagyni. Hanem bevonja az emberit, bevon bennünket, és mi néha nem bevonódunk, hanem felülírjuk az Istenit. Nagyon sok adventi aktivitás, emberi aktivitás az emberi tehetetlenségről tanúskodik. Pedig nem kellene, hogy tehetetlenségbe fulladjon, ez csak csend kellene, hogy legyen, Istennek teret engedés. És nem azt mondom, hogy kellene, hogy legyen, hanem szabadna, hogy legyen az advent. Valamikor az emberek böjtöltek, ez volt a kis böjt.
És a bőjtnek nem az a lényege, hogy megfosztjuk magunkat valamitől, hanem az, hogy megpróbálunk olyan életet élni, hogy a lelki berendezettségünk kiéleződjön valamire, vagy valakire. És mivel a legtöbb embernél azt tapasztalom, hogy nem az Úristent várja, sok mindent vár a mai ember, elvár, még az Istentől is, de nem az Istent várja, éppen emiatt elsikkad nagyon sok minden. Rohanássá válik az adventi készülődés, kapkodássá válik az, aminek igazán készülődésnek kellene lenni. Amikor készülődünk, akkor néha összekapkodjuk a dolgainkat, de most azt látom, hogy az ember az életét próbálja összekapkodni. És hogyha ezt az életet megpróbálnánk az Isten kezéből fogadni, mint amit ő tart egyben, akkor sokkal nagyobb nyugalom és békesség lehetne bennünk, amikor az adventben gondolkodunk. És akkor nem fényszennyezés lenne, hanem adventi gyertyagyújtás, akkor nem csili-vili lenne már ideje korán, hanem megélhetnénk azt, hogy a legnagyobb sötétségbe is jön a legnagyobb világosság. Krisztus azt mondta egyszer magáról, amikor a tanítványai előtt beszélt a templomban, a jeruzsálemi templomban, hogy ő a világ világossága. És minden világosság ezt a nagy világosságot kész megjeleníteni, hogyha ezt készek vagyunk leképződni, hagyni magunkban. Ezt nem mindig hagyjuk, de alapvetően igen. Az adventi koszorúnak ez lenne a tulajdonképpeni értelme, hogy minél sötétebbé válik kívül a világ, annál inkább növekszik a fény ereje, és a legnagyobb sötétségbe beleragyog a legnagyobb ajándék. Ez egy régi találmány, de nem annyira régi, mint amennyire gondolnánk. A 19. században találta ki egy evangélikus lelkész, Johann Heinrich Wichern, aki árvaházakat is alapított, a belmissziónak volt ő az egyik nagy mozgató ereje. És egy árvaházban egy szekérkereket vett, és december elején 24 gyertyát ráállítva tulajdonképpen felfüggesztette a nagy terembe, és minden nap meggyűjtött egy gyertyát. Ez nem is adventi koszorú volt tulajdonképpen, hanem adventi kalendárium. Mindenképpen megjeleníti, hogyha az ember hittel fogadja az adventi fénynek, a gyertyák számának a növekedése, az igazi világosság növekedését, a Krisztus közeledését. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, olyan közel, mint most, még soha nem voltunk az ő visszajöveteléhez. Nem azért, mert én haladok, hanem amiatt, mert ő jön közele. És ebből jelenít meg valamit az adventi kalendárium. Amit kritikusan említenék, az az, hogy azt jelenti számunkra az adventi koszorú is, hogy eljön a karácsony, és akkor utána vége van egy évre. Pedig egy örök adventben élünk. Pont amiatt, mert ez a folyamat ez csak vele, az ő megérkezésével fog befejeződni. Egészen addig a kiteljesedés felé vagyunk úton. Emiatt az adventi időszak nem korlátozódik a december 25-e előtti 4 vasárnap által magába ölelt időszakra, hanem így is mondjuk, hogy mi örök adventben élünk. Egészen addig, ameddig vissza nem jön az örökkévaló, addig ő közeledik, és mi is közel érezhetjük magunkhoz, és közeledhetünk hozzá.